A Savary Múzeum történettudományi osztályán őrzött egyik fényképfelvétel tanúbizonysága szerint 1956 tavaszán egészen más képet mutatott a Szent Márton utca, akkor Tolbuhin út, mint manapság. A baloldali házsor még az egykori különálló település Szent Márton falusias jellegét őrzi. Kopottas öltözéket viselő gyalogosok és kétkerekű járművek, kézikocsik, kerékpárok haladnak céljuk felé. A belváros irányából lovasszekerek tűnnek fel, sovány tehénkével talán a vásárból ballak hazafelé a házas pár. A törmelékkupac útépítésre utalhat, előrevetítve a városrész jövőbeli, gyökeres átalakítását. 1956. október 28-án, vasárnap délután 3 óra körül békésen felvonuló tömeg lepte el a fényképfelvételünkön szereplő útszakaszt. A legnagyobb 1956-os szombathelyi megmozdulás résztvevői a Berzsenyi téren gyülekeztek. Innen sokan a Szent Mártoni temető nagy keresztjéhez vonultak, hogy a forradalomban elesettekre, különösen az október 26-án Győrben, Moson-Magyaróváron és más vidéki városokban eldördült sortüzek áldozataira emlékezzenek. A sírkertben politikai jellegű beszédre nem került sor. A tömegmegmozdulás a temetői megemlékezéssel nem ért véget, sőt, tovább szélesedett. A tüntetők leverték a vörös csillagot a megyei tanács épületének homlokzatáról. A tüntetők kisebb csoportjai behatoltak a gyűlölt politikai rendszer különböző szervezeteinek, például Megyei Pártbizottság, Magyar-Szovjet Társaság székházaiba. Kidobált iratokból, Lenin, Sztálin, Marx, Engels műveiből felhalmozott mágiák lobbantak lángra. Az 1956-os szombathelyi eseményekről összesen 5 fényképfelvétel ismert, valamennyi október 28-án készült. 3 a Tolbuhin úton haladókat, 1 a Szent Mártoni temető keresztjénél tartott kegyeleti megemlékezést, 1 pedig a pártoktatók háza előtt füstölgő könyvkupacot örökítette meg. A felvételeket a Magyar Nemzeti Levéltár Vas megyei levéltára őrzi, készítőjük ismeretlen.